A közép-szerbiai Leskovac melletti Strojkovaci Textilipari Múzeum az egykori vízimalomban kapott helyet, amelyben 1884-ben megnyílt az első fonalgyár, amelyet a szerbiai textilipar előhírnökének tartanak. Ez hazánk egyetlen ilyen jellegű múzeuma. Megnyitására 1954-ben, újjáépítésére pedig 1984-ben került sor, most pedig csak nem 3 évtizeddel később ismét újjáépítésre kerül, hogy az épület visszanyerje egykori fényét és ismét a régi eredeti módon vízmeghajtású szerkezet segítségével gyárthasson fonalat. Az újjáépítés első szakasza lezárult, újjáillett a múzeum épülete, valamint megtisztították, felfalaszták és megerősítették azt a csatornát, amelyen keresztül a víznek az épületbe, illetve az alá kell érkeznie, hogy mozgásba hozza a fonalfonó szerkezetet. Tekintettel arra, hogy a csatornában jelenleg nincs víz, a múzeum udvarában ástak kutat, abból érkezik a víz a csatornába, onnan a 3 bükkön keresztül addig a szerkezetig jut el, amely a fonalfolyót működteti, pontosan úgy, ahogyan 130 évvel ezelőtt. Mondja el Milan Kukoly, szobrászművész, a Leskovaci Múzeum restaurátora, aki egyben a textilmúzeum megteremtője is. A nagy fonalkereslet miatt, amelyeket leginkább az öltözet díszítésére használtak, a Kozare faluban még egy üzem nyílt, később pedig még egy a közeli Bucsijében. A Leskovaci fonal igen gyorsan hírnévre tett szert, mégpedig nem csak hazánkban, hanem Európa délkeleti részében, valamint Kis-Ázsiában, mondja a Kukoly úr. A Strojkovaci Textilipari Múzeum épülete megőrizte építése időszakára jellemző sajátos építészeti szépségét, továbbá eredeti bútorok és edények díszítik. Az újjáépítés második szakaszában, amelynek az év végéig kellene befejeződnie, az emléktárgyboltot alakítják ki, valamint a múzeum épületet és a teljes komplexum rendezésére kerül sor. Terben van többek között az is, hogy az egykori vízimalom egy részében a nagy malomkő ismét gabonát őröljön, és a múzeum látogatók megkóstolhassák a frissen őrölt rizsből készült kukoricamálét.